Idén is színes programokkal, érdekes látnivalókkal várják a disznótoros ételek és hangulat kedvelőit 2017. február 4-én a 6. Böllér Fesztiválra Kistarcsára. A program részleteiről Szilárdi Lászlót, a fesztivál szervezőjét kérdeztük. Kibővítettük a programot, tehát az mellett, hogy böllérkedés van a téren, és bemutatjuk a disznóvágásnak a hagyományait, nem csak a szlovák kistarcsi hagyományokat, hanem az ország több pontjáról érkeznek települések, illetve határon túlról is. Ezen kívül jóval több színpadi programot szerveztünk, és ez mellett különböző úgymond ilyen térprogramok is lesznek, mint népi játszóház, kisállat, simogató, akkor a zenekar lesz a téren, kirakodóvásár, különböző kóstolók lesznek, a forralbortól kezdve a pálinkáig, a füstöltárukat meg lehet kóstolni. Úgyhogy az mellett, hogy láthatják, hogy miként vágják le 7-8-tól a sertéseket, illetve hogyan dolgozzák fel, hogy rengeteg kísérő kulturális program is lesz a ifjúság téren. A hagyományosan február első hétvégén megrendezett fesztivál Kistarcsa szívében az ifjúság téren kerül megrendezésre, ahová többféle tömegközlekedési eszközzel, busszal vagy akár hévvel is el lehet jutni. Egyre nagyobb a rendezvény, mivel minden évben több csapat indul. Ez azt jelenti, hogy az ifjúság tér az teljes mértékben be lesz építve. Egyrészt ott lesznek a csapatok és a úgymond kísérőprogramok. A bent a iskola területén lesz a színpad felállítva, sátor, ott lesznek a gasztronómiai árusok, és kint pedig a kézművesek. Idén hány csapat nevezett be a versenyre? Idén 19 csapat nevezett, tavaly 17 csapattal zajlott le a fesztivál, most megpróbáltuk két csapattal növelni. Jóval többen jelentkeztek volna, de a 20-21-et már nem mertük bevállalni helyhiány miatt, úgyhogy 19 csapattal fog lezajlani ez a rendezvény. Milyen feltételeknek kell eleget tenni a versenyzőknek? Több feltétel van, amit egy kiválasztott zsűri fog pontozni, amelyben főként szakemberek vannak. Nagyon fontos a sertéseknek a feldolgozása, a higiénia, a hagyományos feldolgozás, a csapatösszetartás, a külső installáció, dekoráció, az ételek íze, hagyományos elkészítés, tehát rengeteg olyan szempont van, illetve ami a legfontosabb, a szabályoknak a betartása. A szabályokat ugye minden a megnyitón ismertetjük, ami 7 órakor lesz, és ezt árkos szemmel fogja figyelni a zsűri, hogy ezeket a szabályokat miként tartják be a csapatok. A zsűri elnöke Herzku János bácsi lesz, életműdíjas mesterszakács, Jurcsi Lajos nemzetközi séf, több országot bejárt, nagyon ismeri ezeket a hagyományokat, tehát nem csak Magyarországon, hanem más országokban is hogyan végzik a disznótorost, illetve ezen kívül idősebb Juhász István, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének elnöke, Dr. Balázs Gábor, a fővárosi törvényszéknek a gazdasági részlegének a bírója, és Dr. Dalagus Attila, Tóra testvérető településünk polgármestere, egyben gasztronómus és turisztikai szakember, étterem tulajdonos. Honnan érkeznek a csapatok? Csapatok ugye egyrészt helyi csapatok lesznek, ezen kívül érkeznek Erdélyből. Erdélyből két csapat fog érkezni, Tórja és Előpatak. Horvátországból Kopács, és Kárpátaljáról pedig Fancsika testvértelepülésünk. Ezen kívül Kartal is kiállít egy csapatot, tehát ők is be fognak mutatkozni az ő hagyományaikkal. A színpadon milyen műsorokat láthatnak az érdeklődők? Az előző évekhez hasonlóan folyamatos az
zene lesz a színpadon. A Prestige Band, tehát amikor nincs műsor, akkor a Prestige Band fog játszani, illetve megpróbál jó hangulatot teremteni. Ez mellett a helyi hagyományőrző csoportok is fellépnek, a Kartali Asszony kórus fel fog lépni, a több sztár vendéget is hívtunk, itt lesz Kadlott Karcsi, Kacor Feri, jó humorról Somogyi András humorista fog gondoskodni, illetve a eredmény hirdetés után a sztár vendég pedig a Unique zenekar lesz, majd ezt követően pedig a Prestige-ben este 9-10-ig utcabállal fog kedveskedni. 2017. február 4-én tehát reggel 6:30-tól egészen a Prestige Band este 8 óráig tartó utcabájáig várják az érdeklődőket Kistarcsán, az Ifjúság téren megrendezett 6. Böllér Fesztiválra. Thank you.